1970-es évek nyarai jutnak az eszembe, akkor azokat az éveket és azokat a nyarakat nem tudom kikapcsolni anélkül, hogy ne a Balaton-Boglár jutna eszembe. Nagyon sok kép rohan meg, például a rettenetesen lepukkant vasútállomás, aztán vele talán szembe volt, vagy kicsit mellette egy nagy nyitott étterem, és aztán hosszú-hosszú gyalogás föl a domboldalon a kápolnához, a kápolnán dövező liget. Úgy él az emlékemben, mint egy liget, mint egy nagyon szép liget, lombos fákkal, és a Gyurinak a mosolya. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy ha a Gyuriról kell beszélnem, akkor mi az a legfontosabb, amit mondhatok róla, ez tulajdonképpen a mosoly. Én nem ismertem őt korábban. Ő eljött, megnézett egy előadásunkat, meghívott minket, és mi boldogan mentünk, és ez nagyon jó volt. És ott igazi házigazda volt, de a kép, amit őrzök, az mindig tele van napsugárral, lombok, fényárnyék játéka az arcán, csillog a fény a vöröses, szőke szakállán, és állandóan mosolyog. Iszonyatos cirkusz volt ezt az egész Boglárt fenntartani, balhézni a rendőrséggel, millió kínos szituáció, akkor ott nyafogtunk, mi művészek, nagyon sok bajunk volt, és mindezt valami olyan végtelen derűvel, szeretettel csinálta végig, hogy akkor nekem az járt az eszembe, hogy milyen jó így gazdának lenni. Igen, a Gyurit tulajdonképpen gazdának tekintettem. Gazdának egy ilyen virtuális, hatalmas udvarházban, noha ez nem udvarház volt, hanem templom, de mégis az egy virtuálisan egy óriási nagy kulturális gazdaság volt, ahova összehozta az ő napszámosait, munkásait, és akkor összefonta a kezét, és rájuk nézett, és azt mondta, hogy szevasztal, jaj. És érdekes, hogy művészi szempontból azok az évek nélkülözések, üldözések időszaka volt, de mégsem ez marad meg az emberben, hanem az a napfény, ami Bogláron ott a kápolna körül mindig ott libegett a dombok között, meg megint csak ide térek vissza, Gyurinak a mosolya. Úgyhogy nekem ez a legfontosabb, ezt őrzöm róla, és ezt tartom a legfontosabbnak elmondani.